Őrzők, vigyázzatok a strázsát, csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertnek, emlékek elmúlt nyarakon, Florenc nyarán s összekevertem, búcsúztató őszi lídónak emlékei a hajnali párás díszkócos tánci terme. Történt szépek éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha, őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz aggódva árva. Őrzők, vigyázzatok a strázsát. Őrzők, vigyázzatok a strázsát. Az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feneség. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szénbeszőtt hitét, s akik még vagytok őrző, árva, őrzők, vigyázzatok a strázsát. ...1282-ben nagy éhínség pusztított Európában. Észak felől cseh és lengyel honból menekülők óriási tömege árasztotta el a magyar királyságot, amelynek ifjú uralkodója egy viharos őszi napon magához hivatott. Őseiről kezdett faggatózni, és arra kért, írja meg neki egy krónikában a magyarok történetét. Cserébe ő is elmondta a magáét. Apámra jól emlékszem, de nagyapámról, a dicső negyedik Béláról, aki újraépítette az országot a tatárdúlás után, semmiképpen sem maradt. Csak egy álom. Apró gyerekként egy ismeretlen hegyoldal tetejében pillantottam meg őt. A hegyarom sziklája tetején állt, és olyan volt, mint egy büszke szobor. Mikor fölkapaszkodtam hozzá, hatalmas kezét fejemre tette, de nem rám nézett. Tekintete a távolba kalandozott. Olyan szánalmasan aprónak és elveszettnek éreztem magam, hogy kifakad belőlem a sírás. Beszélj hozzám! Beszélj! De ő csak hallgatott. A nagyapád gyűlöl minket, és el akar veszejteni. Ezt hallgattam folyton otthon. Nem értettem a szüleimet. Nem értettem a folytonos háborgást apám és nagyapa közt. Nem értettem, hogy miért költözünk folyton, és miért fél egy családban egyik a másiktól. 4 éves voltam, amikor Margit néném közbenjárásával a Nyulak szigetén végre kibékültek. Apám szegény, mindig arról álmodott, hogy egyszer majd ő lesz a király. Én meg holmi tündér királyként majd ott állok a trónja mellett, és figyelem, hogy hogy uralkodik az én apám. Hát ebből semmi se lett. Apám alig, hogy a trónra került, többet nem jelent meg a kastélyban. Csak anyám és Joakim bácsi volt velünk. Ó, igen. Joakim bácsi. Őt nagyon szerettük. Anyám egy kicsivel jobban szerette, mint azt az illem megengedné. De ezt én még akkor nem vettem észre. Ma már nagyon szégyellem magam miatta. Úgy érzem, hogy én is részese vagyok apám korai halálának. Egy nap aztán apám üzent értem.
Akarod látni a tengert? És másnap én már ott lovagoltam a kíséretében. Aj, milyen boldog voltam akkor. De aludni egy külön sátorban kellett. És rögtön az első éjszakán zsákot húztak a fejemre, betömték a számat, és kivittek a sátorból. Azt mondták, hogy jó móka lesz. Kaproncha várába visznek, és egy nagy meglepetés vár. De az igazság az volt, hogy ott engem elraboltak. És nem meglepetés várt, hanem zárt ajtók és hatalmas falak. Később tudtam meg, hogy anyám bújtotta fel Joakim bánt, hogy engem akkor apám táborából elragadjon. Apám szinte beleőrült a fájdalomba, mert hiába ostromolta a várat, nem tudott engem visszaszerezni. Aztán kitálalták előtte, amit már réges-régen mindenki tudott, hogy felesége, a szépséges Kun Erzsébet már régen mással is megosztja az ágyát. Apám ebbe teljesen beleőrült, és alig 2 év uralkodás után ostobán és méltatlanul kihunyt ebből a világból. Na, hát így lettem én király. Ilyen gyerekkor után, alig 10 évesen. Látod? Ettől az emléktől nem tudok szabadulni. Ahogy ott fekszem kisgyerekként, és reszketek a hideg kövön. Most gyóntatója vagy? Krónikása legyek felségednek. Nekem nincsen szükségem gyóntatóra. Nekem nincsenek bűneim. Csak egy elátkozott sorsom, amit a csillagokba írtak. Azt olvasd ki, és fejtsd meg nekem. Csillagjós sem vagyok, de minden úgy lesz, ahogyan kívánod. Gyóntatás helyett belekezdtem hát a krónikákba. 1282-t írtak akkor. Írtam, ahogy kérte, a magyarok történetéről. Írtam az ifjú király dicső csatáiról. Írtam és írtam, de még többet hallgattam és figyeltem. Elmém megőrzött minden apró részletet, ami a szerencsétlen sorsú királynak kijutott. Mert szerencsétlen volt már az indulása is. Koronáztak ugyan előtte is gyereket a fehérvári bazilikában, nála fiatalabbat, nem is egyet. De olyan senkivel sem történt, hogy már a koronázása előtt megint el akarták rabolni. A halott királyhoz hű emberek ragadtak fegyvert, akik az egész gyerekkoronázásban csak a szép özvegy királyné mesterkedését látták, hogy szeretőjével, Joachimmal magukhoz ragadják a hatalmat. Házát megrohanták, az őrségét leütötték. De a kisfiúban kárt tenni mégsem tudtak. Erzsébet hívei vitézül védték az özvegy királynét, és heves harc után megfutamították a támadókat. Hát ilyen előzmény után vonult be ez a kis király Fehérváron a Nagyboldogasszony bazilikába. Thank you.
testvéreim az Úrban, most szálljunk mind magunkba is, tartsunk bűnbánatot a fejedelemért, aki országa és az igaz hit védelmében fiatalkora ellenére már annyi jót tett. Istenünk, te, aki tudod, hogy az emberi nemzet előtted... Fázok! Semmiféle erővel meg nem állhat. Engedd, kérünk kegyesen, hogy szolgáld, akit néped élére kívántál nevezni. Megerősödjék segítséged által, hogy akiket uralma alá adtál, azoknak javára is kívánjon lenni. Mindenható örök Isten, égiek és földiek irányítója, aki szolgádat... Fázok! Lászlót az ország élére méltóztattál állítani, engedd meg. Kérünk, hogy minden bajtól megszabadulva erősítse őt az egyház békéjének adománya, hogy ennek folytán az örök béke jussát kiérdemelje. Gyakran eltöprengtem rajta. Vajon mik lehettek a kis László bűnbánó gondolatai? Milyen bűnök nyomasztó terhétől igyekezett megválni ő, aki még alig élt, de már oly sokszor megtapasztalta a halált, ami családjából néhány év alatt a legkedvesebbeket ragadta el. Mert milyen különös fintora a sorsnak, hogy a végzet szereti nem rémisztő formában mutatni magát, hanem gyakran vidám maskarában jelenik meg az ember előtt. Apja, 5. István 1269 nyarán nagy ünnepséget rendezett. Boldog volt, mert ha a jövőre gondolt, szíve megtelt bizakodással. 4 gyermek találkozott azon a napfényes délutánon szüleik akaratában. A magyar Lászlót és Máriát jegyezték el Anzsu Károly nápolyi király gyermekeivel, Izabellával és Károly. És mivel a gyerekek egy kukkot sem értettek abból, amit a másik beszélt, így hát maradt a játék. Hiszen még gyerekek voltak mind a négyen, de szüleik sorsukat már végleg összekötött. Izabella később László felesége lett, Mária pedig követte hitvesét a napfényes Szicíliába. Ennek a két gyereknek a házasságából fakadtak később Magyarország Anzsú királyai. De ne szaladjunk ennyire előre, mert ezt a vidám napot egy váratlan esemény árnyékolta be. Negyedik Béla legkedvesebb fia, Jó Béla, ahogy ő nevezte, váratlanul rosszul lett és kiszenvedett. Ez a korai váratlan halál búskomorságba, majd betegségbe döntötte László nagyapját, Negyedik Bélát. És nem telt egy évbeli, már is teljesült régi óhaja. Kedves fia mellé temették Esztergomban, a minoriták templomában. Így hamar távozott fia után a nemzet büszke oszlopa, aki Szent István óta a legtovább ült a királyi széken, és a legnagyobb kort élte meg. Sírja mellől el sem mozdult a hűséges hitves Laszkarisz Mária, akinek elgyötört testét rövidesen Béla mellé fektette a bánat. És mintha a kaszás halál nem akart volna félmunkát végezni, suhintott még egyet, hogy a végzet e szerencsétlen család utolsó sarjait se kímélje. Szülei halála után 2 éven belül sem Margit, sem László apja István sem voltak már az élők sorában. 4 éven belül elnyelte a sír az egész családot. Ez volt tehát László gyerekkora. Sokféle kéz nyúlt e fiatal, romlatlan lélek felé.
Nem csak a püspökök, akik a földről fölsegítették, hanem e perctől fogva az anya és szeretője keze is kormányozta lépteit. Mert a gyermek trónja mellett, mint két oszlop, ott állt az anyja, és Joachim bán az ország nádora. Akarod-e a hitet, melyet hívő férfiak adtak át neked, megtartani és igaz módon megőrizni? Akarom. Akarsz-e a szent egyházaknak és az egyházak papjainak védője és oltalmazója lenni? Akarok. Akarod-e ezt az országot, melyet Isten neked átengedett, kormányozni és védelmezni? Akarom. Akarjátok ennek a fejedelemnek alávetni magatokat, az ő országát erősíteni, igaz hittel megszilárdítani, parancsolatainak engedelmeskedni? Mint egy igazi király. Te is így látod, Joachim? De hisz már az. Ő az igazi király. Hát persze, hogy ő. Jól van. Ne nyugtalankodj, fiam, minden menni fog. Csak tégy úgy, amit mondunk. És kövesd, amit tanácsolunk. Ezek olyan emberek, akikben nem bízhatunk. A távoli Dalmáciából jöttek, amely, mint azt felséged is jól tudja, Kálmán király óta a magyar koronához tartozik. Csak erről szeretnek elfeledkezni. Ezért olyan levelet diktálunk neked, hogy megtanítsuk félni őket. Tudatom veletek. Tudatom veletek. Hogy koronázásom Isten akaratából. Hogy koronázásom Isten akaratából. Ez év szeptember 2-án megtörtént. Ez év szeptember 2-án megtörtént. És ezokból megparancsolom. És ezokból megparancsolom. Hogy hozzám. Hogy hozzám. És Joachim bánhoz. És Joachim bánhoz. Mint személyünkhöz legközelebb álló. Mint személyünkhöz legközelebb álló. Tisztségviselőnkhöz. Tisztségviselőnkhöz. Hűek maradjatok! Hülyek maradjatok! És sose feledjétek! És sose feledjétek! Hogy néki engedelmességgel tartoztok! Hogy néki engedelmességgel tartoztok! Tudjátok meg azt is! Tudjátok meg azt is! Hogy bár most még gyermekkorban vagyunk! Hogy bár most még gyermekkorban vagyunk! De Isten segedelmével hatalmunkban áll! De Isten segedelmével hatalmunkban áll! Hogy az ellenünk felkelőket. Hogy az ellenünk felkelőket. Megszabolázzuk! Megszabolázzuk! Ezért. 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 Ha valami hűtlenség támadna szívetekben. Ha valami hűtlenség támadna szívetekben. Sem kezünktől szárazon. Sem kezünktől szárazon. Sem vizen nem fogtok megmenekülni. Sem vizen nem fogtok megmenekülni. Nagyon jól csinált a felség. Látod? Megy ez, fiam. És ne feledd. Anyád mindenben melletted áll. És tényleg mindenben mellette állt. Első dolga volt, hogy érmét veretett. Nem, nem Lászlóról, önmagáról. És hogy mindenki
mert tisztában legyen a helyzettel, felirat is tudatta, ez itt. Magyarország királynéja, a kun császár leánya. És hiába jellemezte politikai gátlástalanság Joachim Bánt, a királyné még neki is tudott meglepetéseket okozni. Azért hívtuk egybe országunk egyházának méltóságait, hogy miután Fülöp esztergomi érsek a mennyei atyához szólítatott, megüresedett széke felől közösen döntsünk. Azt javaslom tehát, hogy utódja Kán Miklós legyen, aki már régóta feltétlen szolgálója királyi személyünknek. Nem, felség, nem! Ebben nem egyezhetünk bele! Ez egy erőszakos, tanulatlan ember! Kán Miklós egy közönséges gyújtogató, nem méltó az érseki székre! Magad mondtad, döntsünk együtt. Nekünk is vannak javaslataik. Szóval vannak javaslataik. És gondolkodni akarnak. Jól van. Van mód arra is. Őrség! Kísérjék az urakat a pincébe, és zárják rájuk az ajtót. Ez tűrhetetlen, felháborító. Semmit, addig nem kapnak, amíg gondolkodnak a javaslataikon. Bölcs, okos megoldás. Magam sem csinálhattam volna szebben. Egy teljes nap se telt belé, és az urak hallgattak az éjség és a szomjúság tanácsára. Felség, meghoztuk döntésünket. Az a javaslatunk, hogy Kán Miklós legyen az esztergomi érsek. Köszönöm a bizalmat, és alávettem magam a többség bölcs akaratának. Méltó ember került a főpásztori székbe. Én, mint Pilisi Ispán, hódolattal hajtom le a fejem, és kérem áldását, hogy... Nem jól mondja, Joachim. Maga már nem a Pilisi Ispán. Mostantól fogva ezt a tisztséget is Kán Miklósra ruházom. És Joachim a gyermekkirály környezetéből egy pillanat alatt eltűnt a süllyesztőben. Amit látott maga körül a gyermek, az csak halvány lenyomata volt mindazon bajoknak, amik az országot sújtották. Ahogyan gyengült a központi erő, úgy növekedtek szerte a hazában az egymás gyűlöletében soha el nem fáradó családok. Ült ugyan a trónon valaki, akit királynak neveztek, de a népet a markában, az a néhány vagyonban, fegyverben megerősödött nemzetség tartotta, akiknek folytonos versengése a hatalomért és a befolyásért lassan irányíthatatlanná tette az országot. Hát még ha a gyeplő oly zsenge kezekbe lett letéve, a fegyelem és tekintély képes volt egészen az arcátlanságig fokozódni. A Kapjon nemzetbeli Jákó fia András például egy ízben a kiskorú királyt egyszerűen elkapta és a buzogányával elfenekelte. Igaz ugyan, hogy ez a vakmerőség nem maradt megtorlatlanul, és az elkövető jószágait elkobozták, magát pedig számkivetésre ítélték, de László lelkét a maga körül tapasztalt, bomlasztó erők annyira meggyötörték, hogy 1274 tavaszán Esztergomban súlyos betegségbe esett, és életéhez alig fűzhettek reményt. Sok tudományában nem bízhattak, az imádsághoz fordultak,
és a hozzá legközelebb álló szenthez könyörögtek, hogy Margit megboldogult lelke mentse meg a gyermeket. Végre valakinek eszébe jutott, hogy futárt küldjenek a nyulak szigetére, a domonkosok zárdájába, ahová Margitot temették, és ahol halotti szemfedelét, Vélomát őrizték. A zárda főnöke el is küldte az erekjét, és azzal a beteg királyfi fejét betakarták. László kisvártatva erősen izzadni kezdett, és egy csapásra visszatért belé az élet. Amikor magamhoz tértem, a világ csodálatosan színesnek tűnt előttem. És olyan alakok bűvöltek el, amelyek létezéséről addig csak halvány fogalmaim voltak. Kapj el, ha tudsz, és fejtsd meg a titkom. Láng, láng, lángocska, lippengető lángocska, ezüstből az árnyéka, eleven kis lángocska. Na, mi az? Nem tudom. Hát a lepke. Mi a neved? Édua. Neked nekem sincs, néma hegyen sincs, lyukas kőben sincs, korhat gajon sincs. Na ez mi? Na mi? Még ennyit se tudsz. Ez a madár teje! Hogy hívnak? Köpcsecs. Borítsd, borítsd, nem borul, benne lévő nem mozdul. Borítsd, borítsd, nem borul, benne lévő nem mozdul. Ez a verem. Az hát! A verem, amiben jól beleestél. Á-na-na-na-na, á-la-la-na-na, oj-na-na-tára, oj-na-na-tára. Élt egy másik nép a népen belül. Volt egy másik ország az országon belül. És létezett egy világ, amely teljesen más volt, mint a miénk. Előttem anyámról sosem mondták, hogy kun. Anyám sosem beszélt erről, mintha el akarta volna felejteni, hogy kikhez tartozik. Igaza volt. Már nem tartozott közéjük. Magyar akart lenni, és törölte az emlékeit. Mégis, egy este magával vitt a kápolnába, összekulcsolta a kezem, és addig sosem hallott nyelven, megtanított az ő imádságára. Imádkozzunk, fiam. Itt az idő, hogy a mi atyánkot az én nyelvemen is megtanuljad. Bizin atamiz, kinszim köktün. Mi atyánk, ki vagy a mennyben? Szent lészen szenin adin. Szálljon le a te óhajod. Düsszün szenin könlün. Amint a mennyben, úgy az égben is. Ne csikkém zserdelej kökte. A mi kenyerünket ad meg nekünk ma. Szen bizin gimigizni, ber büt bütünkünde. Ne vigyél minket a rosszba. Itt bizin minimizni. Amint mi is megbocsájtunk az ellenünk jövőnek. Ne csikkém, otrük el kenge. Ne vigyél minket a rosszba. Ilbizin orgyamanga. Szabadíts meg minket a gonosztól. Szembaszin, buküccsli bucsin, ígit tenri. Amen. Te vagy az erős, az igazságos, a jó Isten. Amen. Amen. Lelkének különös, általam sosem hallott mélységéből szakadt fel belőle azon az éjszakán a dal. Egy titokzatos kapcsolat ragadott akkor magával, és belém férkőzött a bizonytalanság. Honnan jöttem én?
Kihez tartozom? Ki az én szolgám, és én kinek vagyok az ura? Miközben hallgattam, figyeltem az arcát. Hamar nyíló ifjúsága már markánssá tették vonásait, amelyekre félre ismerhetetlen pecsétet ütött kun származása. Ez a vad nép, amelynek szilajságát a végtelen sztyeppei menekülések csak megtörni tudták, de megszelídíteni soha, bármikor hadra fogható férfiaival és gátlást nem ismerő pezsgő vérű asszonyaival immár több évtizede legeltette irdatlan csordáit a Duna-Tisza közén, ahová negyedik Béla visszahívta őket. Menteni az országot, ha jönne ismét a tatár, vagy segíteni a harcban, ez volt a szabadságuk ára. Mert szabadok maradhattak ugyan, de cserébe meg kellett ígérniük, hogy pogány hitüket keresztényre váltják. De a valóság nagyon messze esett ettől az ígérettől, pedig ők maguk nyugtalan, vonagló, idegen testként egészen közel, szinte az ország szívében lakoztak. Az esztergomi királyi várból a fiatal László egy jó vágtában leért a szálláshelyükre. Igen, ez itt teljesen más volt, mint az én világom. Ott hiába fogták a kezem. Hiába diktálták a nevemben az akaratukat. A szemem látta a képmutatást. Az agyam, mint a kristály, választotta szét az igazat a hamistól. Pedig a szívem egyetlen vágya az volt, hogy jót tegyek az emberekkel. Én egész életemben így próbáltam élni. Igyekeztem elkerülni mindent, ami tilalmas. Azt hittem, hogy úgy gondolkodom és úgy cselekszem, ahogy a lelkemnek hasznos. De az eredmény az lett, hogy amit jónak gondoltam, arról kiderült, hogy tilos. És amit megtettem, arról is. Ez történt az én gyerekkori játszópajtásommal, Izabellával is, akit alig, hogy felcseperedtünk, nőül kellett vennem. És akivel gyerekként olyan jól megértettük egymást, azzal a felnőttek nagy játéka, a házas élet már nem ment. Pedig ezt várta mindenki. Utódot, trónörököst. Telt múlt az idő, és a hálószobában nem történt semmi. Nekem meg már ránézni se volt kedvem. Én férfi vagyok, érted? Férfi! Tenném a dolgomat, de te nem hagyod! Non mi toccare, per carità! Non mi toccare! Még a nyelvünket se voltál képes megtanulni! Miről beszélsz? Non mi toccare, non mi toccare! Nem értem, amit mondasz, capisci? Így mondjátok, capisci? Ho paura di te! Ide figyelj, ha megint sírni kezdesz, itt hagylak, esküszöm! No. Non te ne andare, per carità! Na hiába nézel így! Nem érdekel! Elég! Mindenből! És mindenkiből! Elég! Az ifjú feleség elfojtott zokogása és László szitkai nem hatoltak át a vastag falakon. De az általános zűrzavar, hogy Magyarország állandó belviszályuk színhelye, ahol sem a személy, sem a vagyon biztonsága nem szavatolható, nos, ez villámgyorsan terjedt Európában. Harmadik Miklós pápa pedig elküldte Filip fermói püspököt, hogy teljhatalommal felruházva írtson és romboljon, építsen és plantáljon az Úr nevében. László naívan azt hitte, segítséget kap, de hamar szembesült a valósággal, őt tulajdonképpen félreállították. Az országot közben szétszaggatták az ellentétes erők. Ennek letöréséhez azonban idő kellett volna. Az egyházat az igaz úton megtartani pedig a pápa bizalma. De mindkettő elfogyott. És akkor ebben az emberben
Valami eltört. Lovára pattant, és kivágtatott a palotából. Egyszerűen eltűnt. Csak néhány bizalmasa nem aggódott. Ők tudták, hogy jó helyen van. Milyen különös, hogy a mulatság kellős közepén, ahová azért menekültem, hogy mindent távol hagyjak magamtól, ami királyi létemre emlékeztetett, felrém lett előttem egy arc, mint kísértő szellem, és nem tudtam tőle szabadulni. Mi bánt, uram? Akik előttem jártak, ők jutottak eszembe. Egyszer gyerekkoromban azt álmodtam, hogy megérintem a nagyapámat, a második alapítót, a dicsőt. De én milyen király vagyok? Mi emel, hogy a nyomukba lépjek? Mindenki meghalt már ebben a családban, Édua. Én vagyok az utolsó az Árpádok közül. És nekem nincsen gyermekem. Én majd adok neked. Tudom, hogy lesz. Nem is egy. De Idua, a fiúra vigyáznod kell. Soha nem tudhatja meg, hogy ki volt az apja. Szegény gyerek. Egész életében azt bizonygatná, hogy ő a magyar király fia. A végén agyonvernék, mint egy csalót. Volt idő, amikor tiszteltetek minket, hunokat. Hatalmas birodalomban éltünk. És olyan palotákban, amelyekhez képest a ti városaitok csak ócska farakások. Semmit se tudtunk rólatok, csak féltünk tőletek. De volt egy szent király, aki szembeszállt. Mi sohasem háborúztunk ellenetek. Csak asszonyt rabolni jártatok hozzá, nem igaz? Nagyapám, ő is emiatt üldözött egy kumbitészt. De a ti királytok mégse érte utol, mert a mi lovaink gyorsabbak voltak. A mi lovainknál csak a szélsebesebb. Persze, azok voltak régen, amikor még ti is a pusztában nyargaltatok. Hát meg lehet. De László esze gyorsabb volt, mint a kumbitéz lova. Ránsd le a nyerekből, lányom, kiáltott a lányra. És a kumbitéz leesett a lóról. Ezt a mesét nálunk is ismerik. Mert László, amikor már a földön volt, a tusában nem bírt a kunvitézzel. Valahogy mégiscsak megölte. Igen, mert a magyar segített neki, és elmetszette a harcosunk lábát. Így aztán László könnyen a fejét vehette. Aztán a csatában a megfáradt király egy fa alá heveredett le, a lány az ölébe fektette, és belenézett a fejébe. Te mit látsz az én fejemben, Édua? Kenessék fel ez a kész szent olajjal, amivel felkenték a királyokat és prófétákat, és miként királlyá kente Sámuel Dávidot, úgy légy áldott és királlyá rendelt ebben az országban, e felett a nép felett, amelyet a te urad Istened neked adott, hogy uralkodj felette és kormányozd. Kenessék fel ez a szív ezen szent kenettel, melynek áradása járjon át téged, hogy megtanuld elkerülni és megvetni mindazt, ami tilalmas, és folytonosan azon gondolkodj, azt kívánd és azt cselekedd,
ami a lelkednek hasznos. Az ország az emberek szemében László szörnyű bűnöket követett el. Elhagyta királyi hitvesét Izabellát, és pogány szokás szerint feleségül vette Éduát. A pápának a kunok megtérítését ígérte, sőt, törvényt is alkotott. De milyen foganatja lehetett egy olyan király akaratának, aki maga is kunruhában járt, és kereszt helyett pogány díszek csörömpöltek rajta. Gyűlölte a pártoskodó nagyura kétszínű jellemét, egyenes, nyílt férfiakra vágyott, miközben ő maga hol tagadott és vétkezett, hol meg bocsánatért fogadkozott. Kiismerhetetlen, megbízhatatlan jellem. Ez a kép alakult ki róla. A legátusnak mindent megígért, aztán pedig visszavonta, és katonáival lefogadta a pápa emberét. Példátlan büntett, nem is késett a megtorlás. Kiközösítés és egyházi átok volt rá a válasz. Volt tehát mi elől menekülnie, de mint amikor rossz álomtól űzötten ébred az ember, és sietve mosdik, kapkodva öltözik, egy szép napon úgy fordított hátat László a kunok táborának, és sietett vissza Budára, hogy rendbe tegye az ország dolgait. Öveszt fel kardodat oldaladra, te hős! A jogtalanság nyűgét semmisítsd meg, Isten szent egyházát és híveit oldalmazd és védelmezd, az özvegyeket és árvákat segítsd meg, a leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg. Nem mérlegelt, amikor a legfájdalmasabb döntést is meghozni volt kénytelen. A kunokat, szerelme, második hitvese népét és barátait kellett a királyi engedelmesség jármába terelni. Ehhez persze lelkesen csatlakoztak az ország főurai. Örültek, hogy egyesített seregeikkel végre móresre taníthatják ezt a büszke népet, amely annyi gond és surlódás okozója volt. A Hódmezővásárhely mellett lezajló hódtavi csatában aztán eldöntötték a kérdést. A kunok vesztettek, és akik közülük felismerték, hogy évszázados szabadságuk álma itt már csak illúzió maradt, ezrével hagyták el az országot. Ennek láttán sokan megkönnyebbültek, de az egyszerű emberek lelkének igazi megnyugvást az hozott, hogy a király újra találkozott hűtlenül elhagyott hitvesével. Vedd át a királyi méltóság gyűrűjét, és ezáltal tekintsd magad az igaz hittel eljegyezve. Mert amint ma fejévé rendeltetsz az országnak és a népnek, úgy leszel építője és megszilárdítója a kereszténységnek. Nincs szükség erre. A lelkemben béke van. Már megbocsátottam neked. Attól az órától fogva, hogy elhagytál, szüntelenül imádkoztam érted. És közben milyen jól megtanultál magyarul. Könyörögtem a szűzanyához, hogy távolítsa el rólad a rontást. Hogy megtisztuljon az elméd. Hogy látásod elől oszlassa el a homályt. Ezt sosem fogom neked elfelejteni. Emlékeztessen ez a gyűrű, hogy visszatértem hozzád. Engem meg majd mindig arra int, hogy tiszteljem a szövetséget, amit apáink kötöttek. Igen. Azokban a napokban feltétlenül hitt ebben. Hitt az ősök akaratában, és hitte, hogy meg tud felelni nekik. Csak egy valamiről elfelejtkezett. Az Árpádok napja már elérte delelőjét,
és erejét veszítve lassan az alkonyatba hajlott. Lehet számon kérni rajta, hogy ezt meg ezt kellett volna tenni, és így meg úgy dönteni. De kisebb porszem volt ő az idő kerekében, hogy megállítsa, vagy visszaforgassa azt. Mint töprengsz, krónikás? Kinéztem az ablakon, és elgondolkodtam rajta, hogy alig kezdődött el, már is vége a napnak. Bealkonyult. Aztán majd jön az este, holnap megvirrad, és így előről az egész. Mi ebben az érdekes? Ez nagyon is érdekes pillanat. Az alkony a napok színe változásának az a szakasza, amikor az égen izzó korong fényességét megtörte már a látóhatár. De a világ látható formáit még nem nyelte el az éjszaka. Sokáig így marad. A világ abban az illúzióban lebeg, hogy semmi sem történik. A szűrt fény azonban, mint egy lassú, nyálas csiga, lesiklik a kontúrokról. Az élek és formák észrevétlenül oldódnak fel az általánossá váló bizonytalanságban. Ez az érzés aztán tovább növekszik, mint folytó fekete éjszaka. Míg nem aztán bizonyosságba fordul. Nem vettük észre, és a világ engedelmesen a sötétségbe hanyatlott. Eljött az éjszaka. Hát te, mit keresel itt? Én? Semmit. Csak játszom. Miért nem hagysz már végre békén? Mikor alhatok nyugodtan? Mi az ott a kezedben? Ez? Egy jogal. Kéred? Tessék, a tied. Vedd az erény, és igazságosság veszélyét. Hogy tudj himogatni a jámborokat, megfélemlíteni a gonoszokat, és tudja a tévejgőknek utat mutatni, és az elcsetteknek kezet nyújtani. Én már nem gyerek vagyok. Én már felnőttem. Nincs szükségem rád! Tűnj el az életemből! Egyedül is el tudom őket érni! Egyszer megkérdeztem tőle, mi az, amire a legjobban vágysz? Hogy szent őseink nyomában maradjak. Ehhez képest feleségét újra eltaszította magától, és a nyúlszigeti zárdában tartotta fogva. Visszatért kun szeretőihez, de azt is elzavarta, és két másik kun lánnyal osztotta meg az ágyát. 1285-ben az országot újra megtámadta a tatár. Igaz, már korán sem akkora haddal és gyönge sikerrel. Harci taktikájukat a magyarok kiismerték, és sokszoros túlerővel az országból kizavarták. Csak az volt a feltűnő, hogy a harcok élén hiába keresték Lászlót. A király nem volt sehol. Minden esetre hírekelt, hogy ő maga hívta be a tatárokat. Akármi volt az igazság, az amúgy is megtépázott királyi tekintély romokban hevert. A fölizgatott nép lázadásban tört ki, az utakon általánossá vált a fosztogatás. És ekkor az ország főurai elérkezettnek látták az időt, hogy titkos követséget küldjenek Velencébe. Harmadik András! Őt akarjátok! Azt hiszitek, hogy ő semmit se tudott! A velencei fancs!
bosszú! Uram! Vele szövetkeztem! Uram, nyugodj meg! De én még mindig élek! Ne zaklasd magad feleslegesen! Valóban megjelent országunkban egy úr, hogy ki hívta, én nem tudom. Aki azt állítja, hogy nagyanyját, aki második András utolsó felesége volt a király halála után terhesen, negyedik Béla, felséged nagyapja űzte ki az országból, és ennél fogva neki törvényes joga lenne a trónra, ha úgy alakulnának a dolgok. De biztosíthatom felségedet, ezt az urat senki nem vette komolyan. Legkivált a nép tiltakozott ellene. Úgyhogy most már híre hamva, megnyugodhat felséged. Senki nem fenyegeti a trónját. Senki. Egyet kivéve. Egyet? És ki volna az? Saját magad. Felséges uram, engedd meg. E levél, melyet püspöktársainkkal írtunk arról, amit rólad az országban mondanak. Ítéld meg, mi az, ami rossz akaróit koholmánya, és mi bennük a való? Mi a legjobb alattvalói szándékkal úgy ítéljük, ha csak egy morzsány is benne az igazság. Úgy ez az utolsó óra, hogy változtathatsz rajta. Fiatal vagy még. Alázatosan kérünk, változtass az életeden. Különben sosem változik meg ez az ország. Én ura vagyok a magyarnak. Ő meg a szolgám. Engem ne tanítson senki, hogyan viseljem dolgát a becsületemnek. Én arról soha nem feledkeztem meg. Azt mondják, hogy vak vagyok a becsület iránt. Ezért kiszulatom a szemüket! És ne legyen László a nevem! Ha a mocskos levelüket meg nem keserülik! A latin Pliniusnál olvastam, hogy a gyémánt keménysége miatt összetörhetetlen. De bizonyos irányból rámért gyenge kalapácsütésre darabokra hullik. Amikor utoljára láttam, arca már felpuffadt az alkoholtól. Ágyasait napszámra cserélte. Izabellát kiengedte zárda börtönéből, de nem törődött többé vele. Éduához hajlott ismét, akit hol elűzött, hol visszahívott. Lázálmos terveket szőtt egy új keleti birodalomról. Szeszélyes dükitöréseitől rettegtek a közelében. Igen, még élt. De már nem sokáig. Élete utolsó évét szinte folyvást táborban töltötte, többnyire hű kunnyai társaságában. De ekkor már megszületett a döntés. Akit nyílt mezőn elkapni, legyőzni lehetetlen, majd az orgyilkosok elteszik láb alól. A választás három kun vitézre esett. Mindnyájan bírták a király bizalmát, így nem volt nehéz becserkészni sátorát, ahol Éduával töltötte az éjszakát. A lányt ölték meg elsőnek, talán mert testével védte az urát. László szörnyű sebei arra utalnak, hogy hevesen küzdött az életéért, de azok ott hárman kíméletlenül bevégezték dolgukat. Milyen különös a hírek természete. Van, ami úgy terjed, mint a villám. Van, ami meg lassabban vánszorog, mint a csiga. Az új királyt, harmadik Andrást már rég megkoronázták, amikor a pápa még mindig dorgáló levelet diktált Lászlónak, akinek agyonszurkált teste közben megvándorolt Kőrösszeg és Csanád között, hogy végre megnyugvást találjon. Ki jár ott? Alszol? Fogadd az ország koronáját, amelyet ugyan a püspökök méltatlan keze helyez fejedre. Mégis tudjad, hogy a korona a szentség dicsőségét
és a kifejtett erő hatását jelképezi. Igen. Tudom. Most működöm, hogy... Kihez beszélsz? László! Ébredj! Valaki jár odakint! Mi, a lélek pásztorai, a belső dolgokkal foglalatoskodunk, te a külső dolgokkal. Mint Isten ügyének igaz előmozdítója, és Krisztus egyházának bátor védője, országod rátermett tisztségviselője fogsz megjelenni, hogy az örök boldogság jutalmával koronázva vég nélkül uralkodj a megváltó és üdvözítő Jézus Krisztussal. Nem vagyok reméltó. Nem vagyok reméltó. Senkit se tudtam megmenteni. Kihez beszélsz? László, magadnál vagy? Van ott valaki? Ki jár odakin? Haragszol rám? Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. És miként azt akarta, hogy népe, királya légy, ajándékozzon meg örök boldogsággal, és nyissa meg neked az ajtót a Jézus Krisztus, aki magáról azt mondta, én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül. Nem. Te vagy a király.